A tanévzárő ünnepségen Dedinszkiné Tóth Katalin és Halászné Tollas Ildikó részére dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr a gyermekek, tanulók oktatása, nevelése érdekében végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül nyugállományba vonulások alkalmából pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott. Az elismeréseket Szepesi Tibor, Karcagváros polgármester adta át. A minisztérium pedagógus szolgálati emlékérmet adományoz 40 év pedagógus pályán eltöltött hivatásáért. Halászné Tollas Ildikó nyugalmazott, most óraadót tanárnőnknek. Kiváló pedagógus, aki 40 éven át tanította a rávízott gyermekeket földrajz és testnevelés tantárgyból. Tehetséggondozó munkája nem csak a sport, hanem a természettudományok terén is országos szintű elismeréseket hozott számára. 25 év munkaközösség vezetőként az intézmény, osztályfőnökként a diákok életének meghatározó, példaadó alapja. Őszintességgel, szívből jövő céltudatossága, teherbírása, sporttehetsége kollégái számára is hivatáskutatát juttatták kifejezésre. Utolérhetetlenül fiatal, rugalmas nevelő. Karcagváros által is elismert edző. Diáksport rendezvényei, atlétika edzései felejthetetlenek. Tanítványaik mindig a céltudatosságra, kitartásra, önmaguk megismerésére, tehetségük kibontakoztatására ösztönözte. Kitüntetett, elismert pedagógus. Tapasztalt, értékes személy, motiváló erő, szilárd példa. Gratulálok, Ildikó Rilinek! A fenntartó és iskolák képviseletében kevésbé köszönjük a gyermekeket. Népi táncok oktatásával színvonalás előadások résztvevőivé tette tanítványait, ahol a hagyományápolás a kultúrák befogadása iránti érzékfejlesztésével segítette a nyitottság kialakulását. A Marista iskola karcagvárosi és országos szinten is több városban évekig nagy sikerrel előadott passió színdarabjának felkészítő munkája révén bizonyította a kultúra iránti elhivatottságát, tehetségét. Tevékenyen támogatta a tanulói olvasóval nevelését, osztálykönyvtárak kialakítását. 18 éven át volt a Zádor, majd a Szent Pál Marista Általános Iskola igazgató helyettese. Vezetői tevékenységének végzése során lelkiismeretesen törekedett az intézményére bízott tanulók szociális és kulturális hátrányainak enyhítésére. Magas színvonalú szakmai munkája elismerésre méltó. Gratulálunk!